kollégánk ezen az úton haladta, egy olyan targoncával, mint amit ott látnak. A cég vezetője mutatja a telepet, ahol a baleset történt. Egy 40 éves férfire rádőlt a saját targoncája. Hívták, és néhány perc múlva meg is érkezett egy mentőhelikopter, viszont 50 percig tartott, míg a munkást kiszabadították, és ugyanennyi időbe telt, mire kórházat találtak neki. A Komárom-Esztergom megyei Bajról indult a helikopter, de a tatabányai kórház nem fogadta. A nyílt medence törése volt, hogy azonnal olyan eszközöket kellett volna rátenni, ami nincs nekünk. Tovább vitték Budapestre, ahol 4 másik kórház sem fogadta, végül a Merényiben vállalták az ellátását. A kórház traumatológus főorvosa mutatja a sürgősségi telefont, amin a hívás érkezett a légimentőktől. Szerinte legfeljebb néhány perc alatt tisztázni lehet, hogy hova kerüljön egy ilyen súlyos beteg, de most a késésnek nem volt jelentősége. Biztosan, meg sajnálatos módon meg kellett, hogy halljon. Csak hogy a légimentők szerint túl sok 50 perc arra, hogy kórházat találjanak egy betegnek. A kimentés és az ellátás nem tart ilyen hosszú ideig, akkor valószínűleg problémát okozott volna a beteg elhelyezése. Tavaly januárban történt hasonló eset, 3 kórház között ingáztak egy beteggel, akinek gyomorvérzése volt. 9 órával a rosszuléte után műtötték meg, akkor jöttek rá, hogy mi a baja, addigra kómába esett és meghalt.